Sokan választják a nagy melegben a kiskörösi rónaszéki fürdőmedencéit. A fürdő május második hetében nyitotta meg kapuit a helyi, környékbeli és külföldi vendégek előtt. A komplexumban számos újítás valósult meg az elmúlt időszakban, de a leglátványosabbak mindközül a teljesen megújult vendéglátóegységek. Teljesen új arculattal, egy új üzemeltetővel indult az idei évnek neki a strand és fürdő főépületének büféje, de a strand szezon beköszöntével a fürdő vendégek a strand területén is új, illetve megújult vendéglátó egységeket találhatnak. Nem titkolt céljuk, hogy a változatos gasztronómiai kínálaton keresztül még több vendéget vonzon magához a fürdő. Emellett az év elejétől fogva számos rendszerük esett át nagyobb volumenű karbantartáson, mely a rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében jelenleg is zajlik. A fürdő területén több programot is szerveznek évszakoknak megfelelően. Idén-nyáron is az úszótáborok kapják a legnagyobb szerepet, tavasszal és ősszel pedig a kempingezés. Újra élettel telt meg a rónaszéki fürdő kempingje, és nagy számú, sőt sok esetben rekord közeli számú kempingező egység foglalta el a helyét ezeken a rendezvényeken. Szeretnénk, hogyha ezek az őszi időszakban újra ugyanilyen sikerrel zajlanának, és nem titkolt szándékunk még, hogy kisebb-nagyobb családi rendezvényekkel hétvégenként is, főképpen a nyári, korai időszakban fogjuk színesíteni a kiskörösi rónaszéki fürdő program kínálatát. Július 1-től a rónaszéki fürdőben is kénytelenek voltak emelni az idei jegy- és bérletárakon. Az elmúlt időszakban rohamtempóban és hatványozottan kezdtek el emelkedni az üzemeltetési költségeink, mind amellett, hogy sajnálatosan a fürdő vendégek száma, és ezen keresztül nyilvánvalóan a jegyárbevételünk is egy ellentétes irányú csökkenő tendenciát kezdett el mutatni. Utóbbit a koronavírus járvány erősen befolyásolta, de remélik, hogy a kánikulai melegben a látogatók száma újra eléri a pandémiás időszak előttit. Az üzemeltetési költségek azonban csökkenni nem fognak, ezért is vált szükségessé, hogy 5 év után a fürdő vezetése árat emeljen.